De mi, akik aztán rájöttünk, hogy Pomázon és itt a környéken, Szentendre, Budakrász, Csobánka is bele tartozik, tulajdonképpen mi magyar népzenei emlékeket nem nagyon találtunk. Citerát, Kolompot, egy tárogatós bácsinak az emlékét találtuk meg, más nem. Viszont a szerb templom kertjében ment a kóló, rögtön szükség is volt arra, hogy fiatalok menjenek oda zenélni. Tehát arra jöttünk rá, hogy hát nagyon furcsa lenne, hogyha mi a széki zenét próbálnánk fenntartani, miközben a saját szülőföldünkön a szerb közösségnek a hagyománya meg elhal, mert mi nem álltunk be ebbe a sorba. Tehát ez rögtön, azért tulajdonképpen átláttuk rögtön, nem csak a jó hangulat volt, meg a jó kis tempók, meg ez a praktikus, a funkciónak a része volt benne, hanem ez is úgy ránk ütött, hogy ez furcsa lenne. Tehát nekünk akkor a helyét kell. Aztán persze az is kiderült, hogy azért nagyon messzire nem kell menni, hogy a dédnagypapa szerb pópa volt Csobánkán, tehát sőt, nem csak ott szerb, hanem szerb papi család, ugye sarjai vagyunk, tehát az is jó érzés volt egyébként, hogy az is lehet, hogy akkor, hogy ő akkor ezeket akár táncolhatta, vagy ezek a táncok vették őt körül, vagy az ő templom kertjébe is ezeket táncolták a csobánkaiak. Ugye párhuzamosan ment ezek szerint ugye a klasszikus zenei tanulmányok és a zenekari építkezés, és ennek egy látványos lelepleződése, aki mit tud volt egyébként. Ugye ez 76-77-ben volt, el sem akartunk indulni, de aztán elindultunk, és hát sikeresen végén mentünk, és persze én akkor még javában orgonaszakos növendék voltam a konziba. És azt hiszem, hogyha így visszagondolok erre a 45, most már 46 évre, talán ez volt egy nagyon sikeres dolog, hogy amit kicsibe a művekben meg tudtunk oldani, azt a műsorunkban is meg tudtuk oldani. Tehát azt tudom mondani, hogy így a 21. század elején is népzenésznek lenni egy fantasztikus kihívás, és egy rendkívül színes és gazdag tevékenységi kör tud fölölelni. Én annak nagyon örülök, hogy nem csak zenészként állt helyt, akár a Vujčić együttes, vagy akár a Vujčić együttes vezetőjeként, én személyesen, hanem ebben a nagyon szerteágazó tevékenységben sok olyan eredményt sikerült elérni, ami tulajdonképpen meghatározza azt, hogy a ránk következő generáció ebbe a hagyomány éltető, az anyanyelvet megőrző, a zenei anyanyelvet megőrző programba be tud kapcsolódni.